Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a Python programozással ismerkedünk. Mai leckénkben néhány szöveggel kapcsolatos függvényt tanulunk meg. Először is kérjünk be akkor a billentyűzeten keresztül egy tetszőleges szöveget, hogy ezen a szövegen kísérletezgessünk egy kicsit. Legyen ami változunk, stílusosan ilyen formában, hogy szöveg, és akkor az input utasítással kérünk egy tetszőleges szöveget. Tehát idézőjelek közé, kérek egy szöveget. Rögtön írassuk is ki ezt a szövegünket, tehát print, ilyen formában, hogy az eredeti szöveg, hiszen ez majd változni fog, eredeti szöveg, vesző és a szöveg változónak az értékét, amely ugye átveszi a billentyűzet által beírt szövegkaraktereket. Ha most ezt futtatom, kérek egy szöveget, én most egyelőre a saját nevemen kísérletezgetek, hogy lássam, hogyan is működnek ezek a függvények. Az első dolog, amivel megismerkedünk, egy beírt szövegnek a hosszát, hogyan tudjuk lekérdezni. Hát erre szolgál a len függvény, akkor egy változóba, egy numerikus változóba, legyen ez hossz, hozzárendeljük ennek a szövegnek a hosszát, olyan formában, hogy a len utasítással lekérdezzük a mi szöveges változónknak a hosszát. Tehát a zárójelbe írom, hogy szöveg. Mindjárt ki hogy lássuk, hogy ez hogyan reagál. Tehát print, a beírt szöveg hossza, legyen egy ilyen formában, tehát a beírt szöveg hossza, kettős pont, kíratom a hossz változónak az értékét, és meg odaírom mellé, hogy karakter. Ki is próbáljuk akkor, ugyanezen a bevitt szövegen, tehát futtatom, beírom a nevemet, és azt kaptuk meg, hogy az én, tehát a bevitt szöveg 12 karakter. Hát ha most lemérem a karaktereknek a számát, a vezetéknében van 5, a keresztnévben 6, az összesen 11, de viszont láthatjuk, hogy a két szó között van egy szó köz, és a Python ugyanúgy ezt is egy karakternek veszi, tehát összesen 12 karakter hosszú a mi szövegünk. Így már bármikor le tudjuk kérni egy szövegnek a hosszát, amelyet nagyon sok programban ki tudunk használni. következő dolog, amivel megismerkedünk, a pozicionálás, tehát konkrétan egy beírt szövegnek a bizonyos karakterét ki tudjuk, leg tudjuk kérdezni, ki tudjuk íratni, illetve fel tudjuk dolgozni. Legyen akkor egy ilyen változónk, hogy karakter 1, és szeretném megkeresni ennek a szövegváltozónak a legelső karakterét. Tehát akkor ezt úgy teszem, hogy a szövegváltozónak a nevét megadom, és sarkos zárójelek között az ő sorszámát, az indexelését Bocsánat, az indexelés és a sorszám jelen esetben nem lesz ugyanaz, de mi még ezt nem tudjuk, hiszen most ismerkedünk. Szeretném tehát akkor az első karaktert kiíratni. Nézzük akkor egy print utasítással, mindig le is ellenőrizzük, hogy lássuk, hogy mit kapunk. A két szövegünk legyen ilyen formában, hogy a beírt szöveg első karaktere, és kiíratom tehát ezt a karakter egy változót abban reménykedünk, hogy ha a beírt szövegünk továbbra is az egyes, az nevünk akkor ugye ki fogja írni, itt én kifelejtettem egy vesszőt tenni, azért jelzett hibát, nézzük akkor újból. Tehát beírom az én nevemet, és amikor lenyomom az Entert, akkor azt írja, hogy a beírt szöveg első karaktere az R betű. Hát hogyha megnézzük, akkor az én nevemben az első karakter az a nagy A betű kellene, hogy legyen. Az egyes sorszám az valójában azért adta az R betűt, ugyanis az indexelést, ezért említettem, hogy az indexelés és a sorszámozás nem ugyanaz, az indexelés itt a nullától indul nagyon sok esetben, tehát amikor listákat, felsorolásokat használunk, akkor a nulla lesz a kezdőérték. Így, hogyha tényleg az első karaktert szeretnénk lekérdezni, akkor nem egyest kell tenni, mert ez valójában a második karakterünk, hanem a sorszámozást, tehát nullával kell kezdeni próbáljuk meg akkor most ugyanilyen formában. Ha most csak a keresztnevemet írom, hogy gyorsabb legyen, most már láthatjuk, hogy a beírt szöveg első karaktere, tehát a nagy A. Ez azt jelenti, hogy le tudjuk most már kérdezni a legelső karaktert. Hát akkor ilyen formában a másodikat, harmadikat, negyediket, sőt az utolsó karaktert is, az előtt megtanultuk, hogy egy beírt szövegnek a hosszát a len tudjuk lekérni, és mi már tudjuk, hogy a beírt szövegünk milyen hosszú, ki is írta, hát akkor írassuk, illetve kérjük le. Én most stílusosan így nevezem már, hogy karakter 9-9, tehát az utolsó, és legyen akkor ennek a szövegnek az utolsó karaktere, mivel tudom, hogy a hossza hossz hosszúságú, hát akkor írjuk be, hogy hossz. Tehát jelen esetben ugye hat karakter a keresztnevem, akkor a 6 Lehet, hogy már valaki rá is jött, hogy ez nem biztos, hogy ez így történik, de azért próbáljunk meg először így elindulni, és mindjárt látjuk majd, hogy miben kell módosítanunk. Írjunk ki egy kis print segítséget, tehát a beírt szöveg utolsó karaktere, most kérdezem a veszőt, mert hibázok úgy, mint az előtt, és most kiíratom a karakter 99-nek az értékét. Abban reménykedünk, hogy ha ugyanúgy a keresztnevemet írom, akkor az A betűt írja ki. Szerintem sokan rájöttek, hogy már nem az A betű kerül kiíratásra, hanem egyrészt hibát is kaptunk, ugyanis a mi szöveghosszúságunk, hosszúságunk, ha nullától indul, akkor ugye, ha hat karakter hosszú, akkor 0, 1, 2, 3, 4 és 5. Az ötödik sorszám, vagy az ötödik index az, ami az utolsó, és én most a hatosat kértem le. Ez azt jelenti, hogy ha szeretném az utolsót megkapni, akkor a hatosból ötöset kell, hogy kreáljak, ami azt úgy történik, hogy egyáltalán csökkentem, mint ahogy a legelsőnél is az egyest egyáltalán csökkentettük, a legutolsónál is egyáltalán csökkenteni kell, és ez ugye azt is jelenti, hogy bármely karaktert szeretném lekérdezni, akkor egyáltalán kevesebb indexű karaktert kell lekérdezni vagyis ha az ötödiket keresem, akkor a négyes indexet írom, ha hármas, harmadik karaktert keresem, akkor a kettes indexet írom. Ha most újból futtatom a programot, írom a nevem, akkor már működik, és lehet látni, hogy az utolsó karakter, tehát a hatodik karakter, indexelésben az az ötödik, az albetű, a kis albetű. A következő témakör, amivel foglalkozunk, az a kisbetű, nagybetű vagy nagy kezdőbetű. Nagyon sokszor szükség van arra, hogy egységesítsük a szövegünket. Például az én esetemben, amikor beírtuk, hogy az én nevem Attila, akkor ugye automatikusan az első betűt nagybetűvel írtuk. Viszont a Python megkülönböztetni a kis a és a nagy a tehát ha mi leszeretnénk kérdezni, hogy hány A betű van, akkor ugye nem mindegy, hogy kis arra kérdezünk rá, vagy nagy arra kérdezünk rá. Viszont abban az esetben, hogyha mi egységesítjük a szövegünket, hogy minden kisbetű legyen, vagy minden nagybetű legyen, akkor már nyugodtan rábírunk oly módon keresni, hogy hány kis albetűt, vagy hány nagy albetűt tartalmaz az a bizonyos szöveg. Hát akkor ismerkedjünk meg, először legyen a nagybetűs szöveg, legyen egy ilyen változónk, hogy nagybetű. Ez a nagybetű, úgy alakítjuk át a szövegünket, láttuk már az előtt, hogy először be kell írni a szövegnek a nevét, tehát a szöveg változott. majd teszek egy pontot, és utána írom a függvényünket, ez lesz most az upper két p-vel, tehát upper, és kinyitott, becsukott zárójel, ennyi elegendő. Tehát a szöveget egy az egyben most átalakítja nagybetűvé. Ki is íratjuk akkor, tehát print, Esetleg lehet így, hogy nagybetűs szöveg egy kicsit utaljon rá. Tehát akkor a segédszövegem így szól ki, így szól, hogy a beírt szöveg, csupa nagybetűvel, és akkor kiíratjuk a nagybetűs szöveget. Nagybetűs, nagybetűs. Ha futtatom a programot, ugyanúgy írom a nevemet, és lehet látni, hogy a mostani válaszunk, a nevem csupa nagybetűvel íródott ki, hiszen átalakítottuk a szövegünket. Maga a szöveg nem változott, az megmaradt nagy kezdőbetűs A a többi pedig kicsivel, tehát ahogyan beírtam a billentyűzeten, viszont egy másik szöveges változó a nagybetűs már átvette ezt az értéket, viszont csupa nagybetűvel. Nagyon hasonló lesz a kisbetűs változat is, éppen azért, hogy ne kelljen mindent írnom, copy paste el ezt lemásolom, Ctrl-C, Ctrl-V is szépen használható, és akkor az upper függvény helyett most a lower írom, ugye ismerős mondjuk rá a szöveg szerkesztésben is a nagybetűs szöveg, kisbetűs szöveg, ugyanezt használjuk itt is, a változónk ne az legyen most, hogy nagybetűs, hanem kisbetűs, és a beírt szöveg csupa kisbetűvel, nézzük, és akkor kiíratjuk a kisbetűs Változónak az értékét próbáljuk ki akkor a szövegünket. Ugyanúgy használom, nagyon tetszik a nevem, úgyhogy továbbra is kísérletezgetek rajta, és lehet látni, hogy csupa nagybetűvel, íme, illetve csupa kisbetűvel, íme, ez is megtörtént. Ebben a témakörben még egy függvényt szeretnék bemutatni, amikor is az első betű lesz nagybetű, a többi pedig kicsi. Például, hogyha fölsorolásban kezdőbetűket szeretnénk nagybetűvé átalakítani, és nem tudjuk, hogy a felhasználó például egy ország nevet kisbetűvel vagy nagybetűvel írt be, kezdőbetűvel, vagy a saját nevét kicsivel vagy nagyjal írta be, és szeretnénk ezt valahol megjeleníteni. Eléggé blama lenne, ha valakinek a nevét kisbetűvel kezdenék. Hát akkor úgymond a javítását pont ezzel a függvénnyel tudjuk megoldani. Mivel még a Ctrl-C-vel megjegyzett előző szöveg benne van, a memóriába fel tudom használni, és akkor ezt a nagybetűs szöveget átírom ilyen formában, hogy nagy K betűs, tehát nagy kezdőbetűs, és az upper függvény helyett ebben az esetben most használom a title. És akkor a bejött szöveg nagy kezdőbetűvel, nagy kezdőbetűvel betűvel, és akkor a változónk neve immár nem nagybetűs, hanem nagy K betűs. Tehát a harmadik függvény ebben a sorban, a title. Próbáljuk ki. És most a következőképpen írom, egy kicsit ilyen részegesen a T és nagy végét teszek. Tehát ha valaki így írja benne a nevét, természetesen kiratásra ez nem megfelelő, át tudjuk már alakítani nagybetűkre, Kisbetűkre, illetve nagybetűs, tehát hogy a kezdőbetű nagybetű legyen, a többi pedig kicsi. És láthattuk, hogy még a nagybetűket is átalakítottak kicsire. A szöveggel kapcsolatos függvényekkel való ismerkedést most egy nagyon érdekes függvényel folytatjuk, mégpedig a kereséssel. Tegyük föl, hogy van egy adott szövegünk, és ebben a szövegben szeretnénk egy karaktert vagy egy karakterláncot megkeresni. Hát most egyelőre gondolkodjunk egy karakterben. Ezt meg is adom, legyen a keres szöveg, egy olyan karakter, például egy kötőjel, amelyet keresünk egy beírt szövegben. Majd akkor, mikor most próbálom és tesztelem a programot, akkor nem a nevemet írom, mert ugye természetesen abban nincs kötőjel, hanem egy olyan szó összetételt, amelyet kötőjelesen írok. És akkor keressük meg, hogy hol van, tehát hanyadik karakternél, vagy hanyadik indexnél mindjárt rájövünk, hogy ez hogyan is működik, tehát hol található ez a karakter akkor a változom legyen egy ilyen formában, hogy hol, ez egy numerikus érték lesz, tehát hogy hanyadik karakternél. Megint jön a, a szövegváltozónak a neve, azt mi szövegnek neveztük, pont, és akkor jöhet a függvényünk. A függvényünk, ha már keresünk, akkor ugye már gondolhatjuk, hogy valami find kapcsolatos, igen, így történik, annyi, hogy egy R betűt elé teszünk, tehát R find, és zárójelben, megadjuk, hogy mit keresünk, tehát itt most nem elegendő csak kinyitni, becsukni az zárójelet, akár karakterenként megadhatjuk a kötőjelet, de úgy a legjobb, hogy ezt előre definiáltuk, például a keres szöveg alapján, tehát keres szöveg. Tehát visszaadja, hogy az adott szövegben, amit majd beviszünk billentyűzeten keresztül, ez a kötőjel, tehát a keresett szöveg, hol található, vigyázat, ha több van, akkor az utolsót adja meg. Abban az esetben, hogyha több van, akkor folyamatosan hátulról visszafelé kell haladnunk. Nézzük, hogy mi is, mit is eredményez ez, ez a függvény. Írassuk akkor ki, tehát print, és akkor idézőjelek között a beírt szöveg utolsó, és akkor most kiíratom, hogy mit is keresek, ez ugye az keres szöveg, tehát jelen esetben a kötőjel, keres szöveg, folytatom tovább, helye, kettős pont, és hogy hol lesz, ezt ugye a hol változóba kértük le. Tehát a beírt szöveg utolsó kötőjele, vagy kötőjelének helye, ahol mindjárt megkapjuk a válaszunkat. Próbáljuk is akkor ki kérek egy szöveget, legyen most egy ilyen, hogy oda, vissza, természetesen kötőjellel. Láthatjuk, hogy ha az indexeket nézzük, akkor 0, 1, 2, a harmadik indexű karakter az lesz a kötőjel. Ha lenyomom az Enter-t, akkor láthatjuk, hogy az utolsó kötőjel helye a hármas. Nézzük akkor, hogyha több kötőjelet használunk, kutatom újból, oda, vissza, majd oda, és vissza. Tehát három kötőjelet is használtam, lenyomom az Enter. Hát most nem számolgatom ki, de látható, hogy a legutolsót, tehát az utolsó kötőjelnek a helyét adja mindig ilyen formában. Ha kipróbálom a nevemen, akkor természetesen a kötőjelet most egy olyan karakterre cserélem, amely van a nevemben, legyen mondjuk rá az albetű. És ugye láthatjuk, hogy van nagy albetű és kis albetű. Nézzük, akkor futtassuk, hogy keressük meg a nevemben a kis a betűt, és ugye láthatjuk, hogy ez az ötös karakter. Ugyanígy, ha most nagy a betűt keresünk, le kell stoppolnom, kicserélem nagy a betűre, tehát nem mindegy, hogy kis a vagy nagy a, megkülönbözteti a Python. Tehát most. Nagy, betű, nagy, kezdőbetűvel beírtam, és lehet látni, hogy mivel a legelső betű, az az A betű, a nullás indexet adta vissza válaszul. Nézzük, mi történik akkor, hogyha olyan karaktert keresek, amely nincs a szövegben. Ha például ugyanúgy a nagy A betűre, most keresem az Attilában csupa kisbetűvel, akkor azt látjuk, hogy mínusz egy, ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem talált ilyen A betűt, tehát nem tud vele mit kezdeni ha most egy másik példán, hogy ne, hogy bennünket az A betű megzavarjon, például keresem az MS-ében a nagy A betűt, láthatjuk, hogy itt sem talál, tehát ilyenkor kapjuk vissza a válaszul a mínusz egyet. Ami azt jelenti, hogy ha lekérdezés után a visszajelzés mínusz egy, akkor az a karakter nem található a beírt szövegben. A kereséssel sokszor összekötött a cserélés is. Tehát keresünk egy szöveget, de viszont sokszor van szükség arra, hogy bizonyos karaktereket kicseréljünk. Tegyünk egy nagyon egyszerű kis példát. Sokszor megtörténik, hogy amikor beírunk valamit, például mit, mire, én most így nevezem el ezeket a változókat, beírunk egy kötőjelet, viszont szeretnénk a kötőjel elé is és után is szó közt tenni. És nem tudjuk, hogy esetleg ilyen formában történt-e a beírás. Tehát mit, mire egy sima kötőjelet szeretnék most kicserélni Szó közt, kötőjel, szó közre. Ugyanezt az oda-visszát fogjuk majd kipróbálni. Először megismerkedünk akkor a replace függvényünkkel. Legyen akkor a változónknak a neve, csere, tehát erre fogjuk lecserélni. Hasonlóképpen, mint ahogy a keresésnél, először is megadjuk a szövegünknek a nevét, majd pont. A függvénynek a neve, ugye most úgy hívják, hogy replace, tehát ki kell, hogy cseréljem, és a zárójelben megadjuk a paramétereket. Hát ha már két változót nyitottam meg, akkor rájöhetünk, hogy két paramétert kér, mit cseréljen, mire. Éppen ezért is neveztem így, hogy mit, mire. Tehát még egyszer a replace függvény átalakítja a kötőjeleket szóköz, kötőjel szóközre. Írassuk ki akkor ezt a kis szövegünket. Tehát jöhet egy print, idézőjelben a beírt szöveg csere után, és kiíratjuk a csere változónak az értékét, amelyben a kötőjel imár átalakul szó köz, kötőjel szó közé. Próbáljuk ki azt az oda-vissza kombinációt, tehát futtatom, oda, kötőjel, vissza. Természetesen most kész akarva úgy írtam, hogy nem hagytam szó közt. Ha most lenyomom az Enter-t, akkor láthatjuk, hogy a beírt szöveg csere után oda szóköz, kötőjel, szóköz, vissza. Ha például egy ilyet szeretnék, hogy az A betűket kicserélni E betűre, próbáljuk ki ezt is. Most megint próbálom az saját nevemet, Attila, van benne egy nagy A betű, és van benne egy kis A betű. Mi az, amit cserelek? Az a kis A betűt. Tehát ha lenyomom az Enter-t, akkor azt látjuk, hogy az utolsó albetűt igen kicserélte elbetűre. Viszont a legelső albetűt azt nem tudta kicserélni. Ilyenkor jön például akár a nagybetűs vagy a kisbetűs változat segítségül, hiszen ha mi egy beírt szöveget, amelyben váltakoznak a kisbetűk, nagybetűk, átalakítunk kisbetűse, nagybetűse, teljesen mindegy. Például próbáljuk meg a kisbetűs verziót, az ugye az a lower utasítással, és mi ezt úgy neveztük a változónkat, hogy kisbetűs. Tehát akkor a cserét ne a szövegre alkalmazzuk, hiszen az tartalmaz nagybetűket is, kisbetűket is, hanem a kisbetűs változatra, amelyben csupa kisbetű van, és ebben a kisbetűs változatban, amikor azt mondom, hogy A betű, akkor már az legelső is és a legutolsó is kisbetű lesz, és mind a kettőt kicseréli E betűre. Kutassuk, nézzük akkor, hogy hogyan működik. Használjuk tehát megint a nevemet, nagy a, kis nagy az elején, kis az elején, és láthatjuk, hogy most mind a két albetűt kicserélte, hiszen előtte átalakítottak kisbetűre, ugye azért változ, használtuk a kisbetűs függvényt, és ebben kerestünk, illetve ebben cseréltünk, és abban már mind a két albetű kicsi volt. Nagyjából ebbe a témakörbe tartozik a feldarabolás függvény is, a split, nézzük, hogy eznek mi az értelme, illetve jelentősége. Akkor nyitok egy változót, legyen ez egy darab változó, melyben a beírt szöveget, most visszamegyek ugye az eredeti szövegre, amit billentyűzeten keresztül beviszünk, feldarabolunk, használjuk tehát a split utasítást, illetve függvényt. Csak egyszerűen zárójeleket használunk, tehát kinyitott, becsukott. Nézzük, hogy ilyen formában mit eredményez ez a függvény. Írassuk akkor két, tehát print, a beírt szöveg feldarabolás után, mint a teremben kettős pont, és akkor kiíratom a darab függvényt, illetve a darab változónak az értékét. Kipróbáljuk akkor most a saját nevünkkel, fontos, hogy több szót írjunk most be, tehát kipróbálom a újból kimaradt a vessző, Ha most futtatom, tehát megint írom a vezetéknevemet, szóköz és a keresztnevem. És amikor lenyomom az Enter-t, akkor láthatjuk, hogy feldarabolás után valójában egy listává alakította át a beírt szöveget. Azt is látjuk, hogy a feldarabolás a szóköz alapján történt, és az listának a legelső eleme az a vezetéknév, tehát a szóköz előtti rész, a listának a második eleme pedig a szóköz utáni rész. Ha most nem szóközzel írom, például árpás kötőjel Attila, és lenyomom az Entert, akkor azt látjuk, hogy nem tudta földarabolni, hiszen nem talált szó közt. Ez azt is jelenti, hogy a split utasítással, ha van, tehát ha tartalmaz szó közt, a szöveg akkor nagyon szépen föl tudja darabolni, és hozzá tudunk férni ehhez a listához. Ellenben mi van akkor, hogyha nem szóközként kerül be egy szöveg, hanem például veszővel elválasztások után ezt is meg tudjuk oldani, egy kicsit felhasználva az eddig tanultakat, úgymond szinte a lecking befejezéseként, akkor egy nagyon egyszerű kis példán keresztül alkalmazunk néhány függvényt. Először is szeretnénk lekérdezni a szövegünknek a hosszát, hiszen szükségünk van a hosszára, ezt már megtettük itt a szöveg elején, azért minden esetre még egyszer átmásolom, hogyha ezt külön szeretnénk használni, akkor lássuk, hogy mire is van szükség. Tehát még egyszer mondom, nem kellene ezt írni, hiszen a programunkban már benne van, de tegyük úgy, hogy az eddigeket nem írtunk semmit, tehát mintha előről kezdenénk egy programot. Beolvastuk a szövegünket, az már ugye megtörtént, azt nem fogom megduplázni, és szét szeretném bontani, most egyelőre csak azt a verziót vesszük, hogy egy szót, illetve egy szövegrészt első részre, második részre. Tegyük fel, hogy kötőjeleket használunk, illetve bármit használhatunk. A keresésnél használt keres szöveget úgy szintén felhasználjuk, illetve hogy hol is található az. Maradjunk tehát a kötőjeles verziónál, keresjük meg tehát a kötőjelet ebben a szövegben. És amikor megtalálja majd a kötőjelet, akkor a kötőjel alapján szétbontjuk első, illetve második részre. Legyen az első rész használjuk az első résznél azt, hogy egy szövegnek egy bizonyos karakter részeit kiíratjuk. Az leckénk első részében ugye megismerkedtünk már azzal a módszerrel, hogy egy karaktert ki tudtunk írni. Ki tudtuk írni az elsőt, ki tudtuk írni az utolsót. Ha szeretnénk több karaktert kiírni, akkor megadjuk az elsőt, megadjuk az utolsót, és kettős ponttal elválasztjuk. Tehát úgymond ettől eddig ezt a módszert alkalmazzuk most. Karakter tehát kötőjel ig, illetve kötőjel után. Az első részünk tehát lehet a szöveg karakterből. Ugye a kezdő karakterünk az mindenféleképpen a nulla kell, hogy legyen, és meddig? Hát mi tudjuk, hogy a kötőjelünk a hol, tehát az indexelését adja vissza a hol, így akkor ez lesz az elválasztó. Tehát egészen a kezdőbetűtől, íme itt egy példa, tehát a kezdőtől egészen a kötőjelig. Jelen esetben tehát ez az első rész. Ugyanígy ki tudjuk kérdezni, le tudjuk kérdezni a második részt is, legyen ez a második rész, úgy szintén a szövegváltozóból, és akkor nézzük most sarkos zárójelek közül, mettől, meddig. Hát a hol megmutatja, hogy hol van a kötőjel, én a következő karaktertől szeretném írni, így akkor azt mondom, hogy a hol plusz egy, mert hogyha csak a hol, tehát a hanyadik karaktert adom meg, akkor a kötőjel is belekerül. Kettős pont, és egészen a végéig szeretném írni, használjuk tehát akkor a hossz. Hiszen tudjuk, hogy milyen hosszú a mi szövegünk. Hát ennyi lett volna a mi kis lekérésünk, első rész, második rész, és akkor írassuk ki, nézzük, hogy ez hogyan működik. Tehát print a beírt szöveg, feldarabolva, kötőjel szerint, kettős pont, kiíratom először is az első részt, és kiíratom a második részt. Tehát első rész, második rész. Futassuk a programunkat, beírom a nevemet, teszek kötőjelet, hiszen ez az utolsó kis példánk pont a kötőjelre működik, és a keresztnevemet. Amikor lenyomom az Enter-t, akkor azt látjuk, hogy Feldarabolva kötőjel szerint, és most már láthatjuk, hogy nem külön-külön vette, hanem egyik szó, második szó. Abban az esetben, hogyha nem kapnánk helyes megoldást, érdemes kísérletezgetni a változóknak a kiíratásával, egyrészt a hol változó, illetve a hossz változónak a kiíratásával. Ha most újból futtatom, úgy szintén erre a példára, kötőjelessel, akkor azt látjuk, hogy igen, az ötödik karakter, tehát index szerint 0, 1, 2, 3, 4, és az ötödik karakter volt a kötőjelünk. Itt volt ugye, amit beírtam szöveget, tehát ez volt a kötőjel, ez alapján választotta szét első részre, és az 5 plusz 1 az a hatodik, innentől indult, és egészen a hosszig, tehát a 12-ig, hiszen összesen 12 karakter van, tehát még az utolsó karaktert is kiírta. Az utolsó karakter esetében tudjuk, hogy a 12-es az nem a 12 hanem ugye indexelés által egyel kevesebb, tehát a 11 ezért kerül még kiíratásra. Abban az esetben, hogyha esetleg levágna egy karaktert, akkor lehet játszadozni a mínusz egy vagy plusz egy verzióval. Nézzük, hogyha például nem jól működik, és szeretnénk tesztelni, akkor ugye a mínusz egy esetében láthatjuk, hogy például levágta az utolsó karaktert, és nézzük, mi van akkor, hogyha a hosszát megnövelem. Láthatjuk az előtt, amikor egy bizonyos karakterre, ami már nem létezik, például a 12. karakterre szeretnénk rákérdezni, akkor hibát jelzett. Ha most szeretném kiíratni a szövegrészt az 5., illetve a 6 a 12-ig, éme, nem jelzett hibát, túlfutott, viszont. Ugye nem talált semmilyen karaktert, úgyhogy nem is adott semmilyen eredményt. Ez azt jelenti, hogy ide akár még egy százast is be tudunk tenni. A végeredményünkön nem változtat, hiszen csak addig megy a lekérdezés, ameddig a karakter tart, a karakterlánc tart. Hát röviden ennyi lett volna, ez a néhány kis függvény, amit szeretem volna bemutatni ebben a kis leckében, még egyszer csak fussunk végig ezeken a függvényekkel. Először is a len függvény, amely visszaadja egy szövegnek a hosszát, akkor megtanultuk, hogy hogyan kell indexelés alapján rákérdezni egy karakterre, akár az legelsőre, akár az utolsóra, akár az ennedik karakterére, sőt az utolsó kis példában nem csak egy, hanem egy karakterláncot is ki tudunk íratni, az elsőt, illetve az a kezdőtől a végső karakterláncig, tehát például 1-től 5-ig, vagy 0-tól 3-ig, akkor megismerkedtünk az upper, lower, illetve a title utasításokkal, függvényekkel, az egyik csupa nagybetűre alakítja át, a másik csupa kisbetűre, a harmadik pedig csupa nagybetűs kezdőbetűkre. Megismerkedtünk a kereséssel, illetve a cseréléssel, akár egy szövegben tudunk keresni vagy kicserélni, és aztán láthatunk egy úgymond összetette feladatot, melyben a darabolást kicsit egyszerűsítettük, illetve túlfejlesztettük, nem csak az eredeti split utasításban használt szóköz alapján, hanem bármely más karakter alapján rá tudunk keresni, illetve föl tudjuk darabolni a beírt szöveget. Ennyi lett volna röviden e mostani neckénkben, remélem hasznosak lesznek ezek a kis függvények a későbbi feladatokban. Köszönöm a figyelmeteket!